Őseink még fehér lovat áldoztak, mi meg egy sertés, egy disznó áldozattal áldozunk az Istennek, és ennek az a következménye, hogy reggel összejövünk, és este pedig elmegyünk, és elfogyasztjuk, amit gondoltunk, illetve hát szerencsétlen disznónak. Az a vége, hogy megesszük, ez az áldozatunk. Kik jönnek el, kik segítenek a munkánál, hogyan szervezik meg a csapatot? Általában a baráti körnek a tagjai, de hát mindig hívunk azért külsőket is egy kicsit, hogy bővítsük a kört. Hát ez csak egy indok arra, hogy összejöjjünk. Máté Attila első alkalommal vág disznót a székelyeknek. Az ott lévők elmondása alapján a faluban nagy híre van tudományának, ezért kérték fel őt. Bementünk az óba, megfogtuk, és késő alá került. Hogyan zajlik a székelyeknél a disznóvágás, a felbontási része, a pörkölés, hogyan zajlott ez ma? Hát ez ma kicsit másként, mint annak idején, ahogy az őseink készített, illetve csinálták, mert itt nem a szalmával volt a pörkölés, hanem csak gázpörkölő van ugye most már. De hát egy kicsit másítottunk rajta, mert forrázás is közben esett. Úgyhogy kicsit bekevertünk. Nem a hagyományos székely lett, de ahhoz megpróbálunk ragaszkodni. Viszonylag gyorsan készen volt a felbontás, 10 óra körül már nem volt egészben a disznó, sőt már rá se lehetett ismerni. Megvan-e a munka megosztás, hogy ki mit csinál, hogyan zajlott a bontási része? Hát a bontási része az végül is az enyém, azt én folyamatosan végzem. Ez sem mind annak idején, ahogy őseink csinálták, hogy lent a földön. Most már ugye egy kicsit módosítottunk rajta, fölakasszuk, és akkor úgy van bontva az egész minden. A böllér munkáját sok férfi segítette. Volt, aki a húst találta, mások az abáért voltak a felelősek, megint mások pedig arról gondoskodtak, hogy egy torok sem maradjon szárazon. Mindenki ott segített, ahol szükség volt rá. Fölakasszuk, és akkor úgy van bontva az egész minden. Nagyon sok segítő kezet látok, akkor a többieknek mi a feladata, hogyha te bontod? Tisztításban, ilyesmibe, előkészítésben van. Mindenki kivette a részét a munkából, muszáj volt. Fel vannak osztva a feladatok, tehát megvan, hogy ki miben a legjobb és azt csinálja, vagy hogyan koordináljátok ezt össze? Ez úgy jött, hogy végül engem felkértek, én most jön ezt először. Itt a székely baráti körnek. Én elég sok helyen vágok viszont itt a bátaszéken, és én mondom, hogy ki mit csináljam, és akkor folyamatosan. Végül folyamatos munka van. Minden. Jó volt az összmunka? Jó. Mindenkivel meg vagyok elégedve. Az asszonyokról sem szabad megfeledkeznünk, ha disznóvágásról van szó. Itt két generáció képviseltette magát. Az idősebbek vállalták magukra a piszkos munkát, a fiatalabbak pedig a főzés terén mutatták meg, mit tudnak. Az asszonyoknak mi a feladata itt a disznóvágáson? Jaj, fiam, nekünk a disznóvágásnál nagyon sok bajunk van. Nagyon sok gondunk van. Azért az asszonyok csinálják a belep. És hogyan is mondjam, mikor kiszedik a disznóból, akkor ugye az asszonyoknak az a dolguk, akkor szétszedik a vastag belet külön, a vékony belet külön, a vékony belet meg kell kaparni szépen, a vastag belet leszedni a zsírt, és akkor utána kimosni, kétszer-háromszor, akkor megint azt is átforgassuk, és úgy, hogy más nem nagyon tudok mondani, és akkor készülődünk a vacsorára, tőtet kápu, galuskára, ugye galuskát csinálunk akkor. Ön az itt lévő asszonyoknak az ifjabbik generációjába tartozik. Mi a feladata az ön korosztályának, mi a munkának, melyik részéből veszi ki a... Csak a pecsenyesütést és a májat sütöm mindig. És akkor a mosogatásnál este segítek oda tenni a húslevest, a töltött káposztát figyelem, hogy jól megfőtt és kész. Én ennyit csinálok. Juliska néni elmondta, hogy a fiataloknak nem fülik a foga a bélmosáshoz, de azt is meg kell csinálni valakinek, mert a műbélbe töltött kolbász nem csúszik olyan jól, mint a hagyományos. Mert azok nem szeretik, mert ez büdös. De mi nem félünk a büdöstől, mert tisztára mossuk. Ez kell ahhoz, hogy jól legyen a menü, igaz? Pontosan, természetes, hogy ez kell. Hogyan adták át a tradíciót? Tehát azt, hogy ugye meg kell főzni ezt az ételt, annak jó ízének, jó székelyesnek kell lenni. Az ifjú generáció hogyan vált be? Hát azok nem. Valamikor nem volt ez a pecsenyes sütés, meg ilyen hanem hogy ahogy mondjam, pörkölt volt. De azt a pörköltet is nem úgy tették oda, vagy sem úgy csinálták, mint mostani pörköltet, hanem oda tették vízbe a húst, tettek rá hagymát, tettek rá fokhagymát, és azt addig főzték, ameddig azt lefőzték. És hozzá csináltak egy jó málécskát.
és az nagyon finom volt. A menü a székelyeknél más, mint a többi vidéken. A hurka, a sült hús és a kolbász mellé töltött káposztát, székely nevén galuskát készítenek. A hétvégén 12 kiló húsból 50 embernek 300 gombóc készült. Ahogy a képeken is látjuk, megvan a technikája annak, hogyan kell a káposztalevélbe csomagolni a húst azért, hogy ne szökjön ki az amat a gombócból. A székelyes ízek eléréséhez különleges fűszereket használnak. Szárított növény is kerül a káposztába, hogy hívják, mi a neve? A csombor. De miért kell belerakni? Mi? Hát az adja meg az ízt, az amatot. Láttam, hogy attól van különleges az amatja a galuskának, hát székelyesen galuskának mondják. Ez tipikusan ilyen székely fűszer? Igen. Láttam, hogy bőszen kóstolgatják a betöltött húst, hogy áll a dolog? Igen, hát finom, én szerintem nagyon jó a disznótoros hús, hát friss húsból van, nem olyan, mint az ember a hentesnél veszi, akkor olyan, hát más íze van, még más zamatja van, az ilyen disznótorosnak azért más a zamatja a húsnak. Úgyhogy hát. Mi készül még a töltött káposztán kívül? A sültek, kolbász, mi a menü? Hát a kolbász, hurka. Nem esett még szó az egyik legkedveltebb csemegéről, a sült májról. A hely hiánya miatt ezt Anna néni föncsütötte a konyhában. Mi készül itt fönt? Most itt sütjük a májat, mint minden évben ez a legfinomabb csemege a disznóvágáskor, és ez ünnep alkalmával a húshagyó kedre csináljuk, vagyis a farsangi szokást, a népszokást. Májnál nagyon vigyázni kell arra, hogy jó legyen, puha legyen, hogy mi a technikája, mi a fintorcs, a csel. Először meg kell lisztbe forgatni, megsütni hirtelen olajba, és akkor utána visszarakni az egészet a lábasba, és fölönteni egy nagyon pici vízzel, és akkor lehet egy kicsit sózni, fokhagymázni, és fedő alatt egy picikét párolni, és kész. A délelőtt koronája a reggeli, ami frissen sütött pecsenyéből, májból, foszlós kenyérből és savanyúságból állt. A finom falatok mellé azért inni is kell némelykor, Kismödi István volt a felelős a délelőtt folyamán a bútykosért. Úgy látom, hogy akik itt voltak ma reggel, akik eljöttek és elfogadták a meghívásunkat, azok értettek ahhoz, hogy mit kell éppen csinálni, tehát nem kell senkinek mondani, hogy mi a feladata, és ha nekem nem volt más dolgom, csak a pohár töltögetés, akkor ezt én szívesen vállaltam magamra. Melyek azok az italok, amelyek lecsúsztak a jó kis pecsenye mellé? Hát a valóság az, hogy a székelyek azok pálinkát isznak leginkább. Most akkor reggelin túl vagyunk már, és most már tehát fröccsöt fogunk inni, ameddig úgy gondoljuk, hogy lehet még inni. A rengeteg étel várhatóan nem fogy el az esti vacsorán, a székelyeknél a maradék sorsa is hagyományos. Ahogy én beszélgettem a kollégákkal, akik intézik ez az egészet, úgy tűnik, hogy olyan 50-en leszünk ma este, akik elfogadták a meghívásunkat, és részt szeretnének venni ezen a vacsorán. Mi lesz a maradékkal? Tehát, hogyha megmarad, tegyük fel, hogy nem fogy el minden, mert ugye nagyon sok minden van itt, akkor hogyan van-e ennek hagyománya itt önöknél? Igen, ez egy szándékos, hogy a mai napra, ugye, mert holnap lesz a busolyás és bonyhád, vagy Mohácson, tehát ez a farsangnak a farka, ha úgy vesszük, és ami maradt ebből a kolbász, hurka, meg esetleg töltött káposzta repertoárból, azt elvisszük, és kedden este a húsajati bálon ugye az ott lévők azok elfogyaszthatják, tehát mi arra gondoltunk, hogy ezt összekötendő a kettőt, és szívesen látunk mindenkit, aki eljön. A bátaszéki székely baráti kör tehát kedden este mindenkit szeretettel vár hagyományos húshagyati bájára.